békességet, nagy szeretettel köszöntöm a kedves egybe gyülekezetteket itt az égerszögi református gyülekezet templomában, ezen a ma esti templomi koncerten, Istenünk igéjével, a Zsoltárok könyvéből. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk, benne van szívünk öröme. Maradjon velünk, Uram, szeretetet, mert mi is benned reménykedünk. Öröm töltheti el szívünket, hogy itt ebben a templomban újból koncert lehet. Létrejöhetett ez, hiszen vannak szervezők, akik sokat fáradoztak, az Égerák alapítvány tagjai. Isten áldja az ő életüket, további szolgálatukat, hogy még sokszor legyen ilyen alkalom. De nem jött volna létre ez a mai alkalom, ha nem érkeztek volna közénk művészek, akik megörvendeztetnek ma is bennünket, mint ahogy tették már ezt a korábbi esztendőkben. Itt vannak közöttünk, és tudnak mindig újat hozni, tudnak mindig lelkünknek felüldülést adni. Ez a mai estéhez mindenkinek szívemből kívánok kellemes időtöltést, és szeretettel helyezem a kedves egybegyűltek szívére, hogy a mai hangversenyünk egyben jótékonysági célt is szolgál, templomunk javát szolgálják a persei adományok, akit Isten lelke úgy indít, így helyezze majd el adományát a perseibe. Még egyszer kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. Az erdőt járva sikolok, így élni hely, de víg dolog, a fűzfa síkon ismerve, a férfi nős a kisgyerek. Ha a hálom lányra vethetném, én mindet fogjul rejteni. És innen ellen mennéne, és mind ennyi mehetne néhéne. Csak volna nála mind a lány, egy szobrot várna mind a hány, csak volna ennyi rám tenni, a szobrot végig adnám mind. És szobrot kapni érde lány, és velem mindenkinek, szeretettel köszöntjük Önöket, tegeződjünk, most már vagyunk a jóba titeket. Igazán őszintén nagy-nagy öröm és megtiszteltetés, hogy ismét eljöhettünk Égerszögre, mert van köztünk valami, ezt úgy hívják, hogy barátság. Szóval az igazság az, engem háborúkodás, van-e olyan, aki még nem volt ilyen koncert, de most van először. Bátran kezeket föl. Nyújtsátok fel. Önök kettőn. Ez egész sor. Na, akkor a többiek engedjék meg azt, mert nekem van egy a három, szerintem egész jó poénom. Azokat mindig el szoktam mondani a koncerten. A régiek már szerintem jobban tudják, mint én. Az újabb, miatt muszáj lesz elmondanom ezeket a poénokat. Tehát az első és legfontosabb
poén. Ez nem poén, ez egy nagyon fontos igazság. Ki az, aki a telefonját, a mobiltelefonját, bár itt ugye nincs nagyon térerő, de ki az, aki kikapcsolta a telefonját? Jó, ők az eminensek. Ki az, aki nem kapcsolta ki a telefonját, őszintén? Nem kapcsolták. Nem, ők tudják pontosan, hogy igazi opera közönség nem kapcsolja ki a telefonját. Elmondom miért. Mert ez az egész dolog, ami történni fog, ez a három óra, amíg itt mi énekelni fogunk, azt hívjuk, hogy viccelek, pedig négy lesz. Szóval ez, az opera csak egy eszköz arra, hogy a sok pár ismerik egymást többé-kevésbé, meg jóban is vannak, ugye rossz szomszédság, az török átok Magyarországon ilyen nincsen, mindenki szereti a másikat nagyon, de az a cél, hogy itt a végére az igazi közönség, az igazi opera közönség, az egy test, egy szív, egy torok, két fül, stb. Szóval, hogy önökből egy igazi közösség legyen, erre van ez az egész 3-4 óra. Úgy, ha tudnánk balettozni, akkor balettoznánk, csak az nagyon vicces lenne, úgyhogy az opera csak egy eszköz arra, hogy megszülessen ez a közösség. Na most ahhoz a bandán semmi nem rántja össze jobb, mintha megszólalna. Mert akkor egy emberként lehet azt mondani, hogy most pont neked ilyen munka, hogy ne kapcsolja a telefonját, mert ugye miért is nincsen kikapcsolva. És ez egy olyan plusz íztat az egésznek, hogy ugye természetesen ezeket az áreket ismerjük, énekeltük, de ha megszólal egy telefon, arra reagálni kell. Ez egy igazi színházi pillanat lesz, hogy akkor mi történik majd. Úgyhogy engedjük, hogy a teremtő az közé tegye a nagy súlyos lábnyomát, és a telefonokat kapcsoljuk be, és meglátják, hogy a leglíraibb résznél fog a legpenetrásabb hangú telefon megszólalni. Szóval olyan plusz ízt ad az egésznek, amit el sem tudunk kérni. Telefonokat tessék bekapcsolni. Ez a legfontosabb igazság. A többi, azt majd mondom később. Na, van egy csomó jó hírem, meg egy rossz. Melyikkel kezdjük? A rossz. Ugye a pessimista ember, ugye a rossz. A rossz az, hogy Boncsér Gergely, aki hát ugye az alapcsapat tagunk, finoman szólva, ő most nincs. Nincs itt, mert az operában, hát fölvitt az Isten a dolgát, meg a tehetsége, és az operában majd ilyen záró koncert van, Csillag urának hívják, és az egyetlen fura ura rá rivalt, hogy ott neki énekelnie kell. Mondta, hogy de hát neki égerszögön van egy nagyon fontos koncert, mondták, ezt nem itt kell énekelni, úgyhogy most ő ott énekel. Na de most jön a nagyon jó hír, hogy itt van körülbelül Vadász Zsolt, aki Boncsér Gergelynek faktársa, tehát ő is tenor, és igazából azt kéne, hogy ők ne szeressék egymást, de ők nagyon jó barátok ráadásul, úgyhogy köszönjük Zsolt, hogy nem maradtunk tenor nélkül. Úgyhogy akkor ezt is elmondtam. A másik az, hogy azért képviselteti magát természetesen a Boncsér család, mert itt van körülbelül Bordás Barbara, aki itt elmondhatom nekik, nem tudok. Jó. Tehát ő Boncsér Gergely kislányának, Annának az édesanyja. Úgyhogy gyakorlatilag Gergő itt van hangban is, családban is, mindenféle szemben. Akit még nem mondtam, hogy itt van Boncsér Gergő édesapja is természetesen. És aki a legfontosabb szereplője a koncertünknek, aki ezt a három órát végig fogja zongorázni, egy egész zenekart kell helyettesíteni, Bartol László, az operás. Most, ha mindent tudnak, most akkor örökölnek. Mindenki mondja a nevét, honnan jön. A végére ez lesz, ha megváltozik. Na, úgyhogy az van, hogy hát most elkezdünk énekelni, és most ezt nem tudjuk tovább húzni ezt a dolgot. Mi az, aki az operát őszintén most a folyamatban nem szereti? Nem szereti? Add oda a kulcsot, hogy kezdődjön már az előadás. Köszönöm, ismered ezt. Csak neked énekünk, meg fogod szeretni a műfajt. Itt vagyok évek óta, és téged szeretlek.
Én meg végem. A többiek most felirányoznak. Na, szóval. Akkor kezdjük el a dolgot. Az első ária, amit hallani fognak, az egy olyan zeneszerzőnek a műve, hát aki nagyon ismerte az életet, és nagyon szerette az életet. És ugye tudjuk azt, hogy az életben igazán jó, az vagy híznal, vagy erkölcstelen, vagy halálos. Vagy még csak nem is beszélünk róla. Vagy halálos. Úgyhogy ez a zeneszerző, ez nagyon szeretett vadászni, nagyon szeretett dohányozni, nagyon szeretett enni, és nagyon szerette a szerzőnemet, és nagyon ismerte is a női lelket, és az operái, hát azok szinte mindegyik az a nőről szól, és a női lelkét járulhat be is. És tudod még valamit is, hogy egy zeneszerzőnél nem hátrány, hogy úgy tudta tekerni, csavarni a melódiákat, hogy ha ő azt akarja, most mondjuk ki a nevét, Balassa Sándorról van szó, nem, ez a rossz vicc volt, hogy Cortez zeneszerző, nem, Puccini-ról van szó. Szóval Puccini úgy tudta tekerni a melódiákat, hogyha ő azt akarja, hogy ezen a ponton a közönség sírjon, nem lehet kibírni, elő a zsebkendőket, és ottan folyik az embernek a könnye, és a szíve megfacsarodik, mert úgy vannak azok a melódiák fölépítve. Most következik a Tosca című operából, Cavaradossinak ugye van két áriája, az egyik a végén, amikor már tudja, hogy meg fog halni, és búcsúzik az élettől, de most még azt most hagyjuk, most nem hogy sírjuk, hanem az elején, amikor még boldog a fiú, ugye ez egy festőről van szó, aki éppen a Madonnát festi, és két nőt fest meg ebben a Madonnában, a szerelmét, Toszkát, és egy másik ismeretlen nőt, aki kicsit megérintette a lelkét. Persze, hogy nagyon hűséges, mi férfiak nagyon hűségesek vagyunk, de azért néha megérintette a lelkünket egy pillanat, egy másik nő is. Hát most ez a igazi férfi állapot következik, Vadász Zsolt előadása. Zene, a színház, a képzőművészet is a jelmezőben, a tiszteletekben.
De igazából az opera, és az igazi opera őrültek még az olaszoknál, akik mondjuk az 50-es években a Scalában örre mentek azon, hogy a Tebaldi, a Renata Tebaldi nevű szoprána jobb, vagy a Callas nevű szoprán volt jobb, és ezek összeverekedtek az emberek, mintha egy Inter-Juventus meccs lett volna. És ez megmutatja, hogy az operában van valami az élsport. Egy tenor, amikor egy magas hangot jéneke, az olyan, mint amikor a Sergei Bubka átugorja 6 métert a rúddal, vagy lefújtják 9,9 alatt a 100 métert. Van benne valami emberfeletti sportteljesítmény, és persze van benne valami a cirkuszból is, hogy kijön az a hang, vagy nem. És higgyék el, hogy az opera színpadon ott nincs biztosító kötél, ott nincsen háló, ha valaki ott esik, akkor az olyan, mintha a trapézről zuhanna le, az ott kitörjön akár. Ez egy életvezetés foglalkozás, de ha az a hang megszólal, hát az elképesztő. Úgyhogy, ja, még egy dolog, egy fontos dolog, a második, ezt a régiek már tudják, a második fontos opera közönség tudnivaló. De ez igaz mindenféle színházra, meg minden olyan helyzetre, amikor emberek így állnak, mint mi, és igen produkálják magukat, és önök ottan kényelmesen ülnek és hallgatnak minket. Egy előadás siker, az nem rajtunk múlik ám, akik itt a módikájuk magukat, hanem legalább annyira önökből is, a közönség. Mert mi adunk önöknek energiát. Az éneklésben, a játékban, és aztán annak a hatása visszajön, mint taps, mint bravózás, vagy mint fütyögés, és akkor mi vagy azt hiszük, hogy jók. És akkor ráteszünk egy lapasztal, akkor önök még jobban örülnek. Akkor mi még jobb. És egy ilyen teniszmeccs beindul köztünk, a közönség és az előadók között, és a végén, ha velünk van a Jóisten, és akkor megszülethet az a csoda, amire a görögök ezt az egész műfajt feltalálták 6562 évvel ezelőtt, lehet, hogy 63, a katarzis. Az a megfoghatatlan valami, amikor itt 3 óra elteltével önök kirepülnek majd itt a templom ajtaján, és mi is hazafelé Pestre szárnyalunk az M3-asról. Úgyhogy, hogy ez megtörténjen, azért önöknek is meg kell dolgozni. Tehát ha tetszik, de csak ha tetszik, hazudni nem lehet, akkor nyugodtan bravózzanak, ordítsanak. Gondoljanak bele, ugye megegyeztek itt az Istenházában is, mert olyan, most gondoljunk bele, hogy olyan nehéz az élet, tényleg az ember, ugye, ahogy azt annak idején régen mondta valaki, hogy a gyalog, ugye, a gyalog jobbra üt, balra üt, pofonokat adunk, pofonokat kapunk. Tényleg ilyen, pofonokat adunk, kapunk, és de leírásban is kapjuk a pofonokat. Úgyhogy olyan jó néha egy kicsit ordítani, hogy kiengedjük a bőrzt. És milyen gaz dolog, hogy itt megtehetik, úgyhogy ez egy ilyen terápiás dolog, nyugodtan ordítsanak, bravózzanak, engedjék ki a bőrzt. Na. Most, amit énekelni fogok önöknek, az a világ valahelyik legjobb operájából lesz, egy ária. Ezt szerintem énekeltem már tavaly is, de ezt ugye gondolkoztam, hogy merjem-e azt, hogy éneklek olyat, amit már énekeltem legutóbb. De ez olyan, mint a csókkal, hogy az ember már csókolózott, de aztán nem mondja meg a csókot, jó dolog csókolózni. Úgyhogy jó dolog például Figaróból énekelni, mert a Figaró házassága a legjobb opera, amit valaha írta. Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy Mozart az zeneszerző. Most Mozartnál nagyobb zseni nem született erre a földre. Egyszer valaki azt mondta nekem, mert lehet, hogy csak álmodtam, hogy önmagában az, hogy Mozart itt volt köztünk 35 évig, aztán meghalt. És az a 626 mű, amit ránk hagyott, az önmagában elegendő bizonyíték arra, hogy a Jóisten létezik. Mert Mozart zenéje olyan, mint hogyha sugallazták volna, valahol a földről, hogy nyugi emberek, itt vagyok. Figyeljetek rá, vigyázzatok rá. Na szóval, de ez még kevés ahhoz, hogy miért a legjobb opera. Azért a legjobb opera a Figaro házasságban, mert nem mítikus hősökről szól, nem teutónovabokról, félistenekről, a történelem nagy sorsfordító csatáiról, hanem róluk, önökről. Az átlagos kisemberről és azokról, emberi játszmákról, amit nap mint nap játszunk, amit úgy hívnak, hogy az élet. Hogy a munkahelyünkön, a családban, a közlekedésben, hogy az egyikük mindig fönn van és a másik lent, természetesen most nem úgy értem, hanem
virtuálisan, és ezek a viszonyok ezek másodperceként változnak, mint hogyha egy légipókán ülnék. Gondolja, nem beszélek róla. Szóval a következő ária az Figaro C-dur áriája, a Figaro házasságából, ez az a helyzet, amikor ebben a grófi kastélyban van egy kamasz gyerek Cherubino, aki állandóan szerelmes, és a nők nagyon, hát nagyon pátorítják ebben az állapotában. És ez zavarja az ivarérett vasasokat a házban, főleg a grófot, aki rajta van a kapuzárási pánik, és szeretne a feleségünk kívül minél több földet megúvarolni. De ez a Cherubino ez mindig előtte van valahogy a nőknél, és ez zavar, és elküldi Cherubinót a hadseregbe, és akkor Figaro, most én leszek, énekelnek egy áriát, hogy nap is akár vége az arany életnek, vége a kis budoár kalandoknak, vége a kis udvarlásoknak a szobalányokkal, mész szépen a hadseregbe, ott aztán menetelés lesz, zupás őrmesterek ekkora pajusztal és ilyen botrokkal, és táncolásért menetelés lesz, meg fölfeküdj, meg kiképzés, azaz, vége az önfeled gyerekkornak, és kezdődik a vacak férfi élet. Biztos? Biztos? Jó. Na,
Akkor most visszatér Puccinihez, mert ugye beszéltem arról, hogy ismert az őket, és énekeltek őt. Az egyik legpályosabb és a legtörékenyebb Puccini hősnő, akiben szerintem a leginkább szerelmes volt a szerző, az a Bohém Élet Mimi-je. Ugye az a sztori, hogy a Bohém Élet, ott van négy fiatal, éheznek, fáznak, de halálboldogok, mert fiatal. Fiatalok, tehetség, nagyon nem is tehetség, és van egy festő, egy zenész, egy költő, meg még egy filozófus, hát aztán végig nem keres egy vasat sem. És ezek ott a... De boldogok, mondom, mert fiatalok. És akkor egyszer csak a többiek már lementek a Carquilla Tembe, ott ebbe a latin negyedbe, és ott marad a Rodolfo, hogy hát, tud verset írni. És akkor egyszer kopognak, és belép egy nő, Mimi. Mimi, aki egy egyszerű kis varrólan. Ki szintén szegény, még csak nem is olyan nagyon tehetséges, egy egyszerű kis varrólány. És akkor ott, hát első látásra, hát nem is szerelem, de hát a fiatalság, a vágy, mondjuk ki. Ami aztán persze szerelem lesz. És akkor Rodolf énekel egy áriát, ezt most képzeljük el, és elmondja, hogy lejön, és akkor elmondja, hogy én költő vagyok, és boldog vagyok, és néha van ötletem, néha nincs, és akkor énekel jó magas hangot, egy cét, utána örülök a közönség. És akkor azt lejön, és akkor azt mondja, hogy és te ki? És akkor a Mimi lejön egy cét, és elkezdi mondani, hogy zavarba van még, és mondja, hogy hát engem úgy járnak, de valamilyen Miminek szoktak hívni, és egyszerű kis életem van nekem, és varogatok kis virágokat, ezt-azt, és nem nagyon járok templomba, de azért vallásos vagyok nagyon, és olyan kis egyszerű, mit mondjak magamról, de amikor jön a tavasz, és az első napsugarak besütnek a szobámba, akkor a szívem egyszer csak kitárul, és olyan zenét ér ide Puccini, hogy egyszer csak ez a kis pici nő, aki addig csak úgy hebeget habogott, arról kezd beszélni, hogy tavasszal a szerelem hogy érinti meg a szívét, egyszer csak kinyílik, és egy univerzum nyílik meg mögötte, és ezt leírja, ott van a zenében, majd egyszer meghallani. És azért tartottam fontosnak, hogy ezt az áriát meghallgassák, mert ez megmutatja Puccini zsenialitását, mert Puccini zenéje arról szól, az egész Puccini világ, hogy kicsik vagyunk, esendőek vagyunk, egy arasznyi létünk van csak, de a lelkünk az betölti az univerzumot.
Hát ilyen ez csíni. Most mi következik? Térjük vissza a Mozarthoz azért még, mert a Figaro a legjobb opera, de ami majdnem ilyen jó, az a Don Giovanni. A Don Giovanni ugye egy olyan pasas volt, aki pályafutása során 2662 hölgyet udvarolt meg eredményesen. És tette ezt szerte Európában, tehát mondhatjuk, hogy az Európai Egyesülés eszméje az valamikor a 17. század végén a szexualitás mentén Don Giovannival kezdődött el. Ugye az az eszmény, ami most éppen recseg ropog, lehet, hogy érdemes lenne visszamennünk az alapokhoz. Akkor nem lenne ennyi volt. Szóval, és ugye Don Giovanniban a kérdés, ugye mindannyian férfiak azt gondoljuk, hogy Don Giovanni vagyunk, pedig hát sajnos nem. Van Don Giovanninak egy szolgája, Leporello, aki megy a ura után hűségesen, és egy könyvbe, egy katalógusban az összes nő beírja, hogy az milyen volt, kövér, sovány, gazdag, szegény, és leírja magát a csábítást is. Tehát olyan, ma egy ilyen értelmiségűnek hívják ezt, aki nem meri megtenni, de attól, hogy megírja, azt hiszi, hogy vele történik. Na hát ez a Leporello. Leginkább ezek vagyunk mi ilyen Leporellók, sajnos kedves férfitársaim, mert ez a Don Giovanni, ugye mi a Don Giovanni titka? Sokan próbálták megfejteni, filozófusok volt, egy Kierkegaard nevű pasas, össze-vissza írt róla mindenféléket, gőzelem volt az egészről. Don Giovanninak az a titka, hogy tudja azt, hogy minden hölgynek másra van szükség. Ha rosszat mondok, azonnal torkoljanak le, kedves hölgyeim. Tehát az egyszerű kis parasztlánynak eleganciát. Ha rosszat mondok, azonnal szóljanak. A házasságában már kicsit megfáradt olyan 40-es úriasszonynak vadság hiányzik az életéből. Szóljanak a rosszul. A már nem annyira fiatal hölgyek, tehát picit idősebbek, ők áhítják a romantikát. Nem igaz. Na akkor megszólj. És a fiatalok, azok pedig, vagy ők, hát nagyon éhesek a tapasztalat. Úgyhogy ezt tudja Don Giovanni, de tud ő valami sokkal többet, és ettől lesz ő több, mint egy egyszerű szolgálat. Don Giovanni, aki találkozik Don Giovannival, férfi vagy nő, teljesen mindegy. Az olyan, mintha ha egy tükörbe nézne, egy szembesülni kénytelen az életének, a párkapcsolatának, a házasságának, a kis önbecsapásaival, hazugságaival, kompromisszumaival, mert ugye ezek között él. És hát, nagy csendben. És hát ez rossz, minket ezekkel ne szervesítsenek, menjen a pokolba a Don Giovanni, oda is menjen el a végén. De most elénekelni ezek Leporello áriáját, aki ugye elmeséli, hogy milyen női voltak a Don Giovanninak. Kérem nekem egy könyv, a Bibliát azért nem merem. De ez modern világ, a telefonjában van beleírva, jó? Az elég olaszul fogom énekelni, hogy lássák, hogy olaszul írták ezt az operát. És akkor nem veszik észre, ha elrontom. Mert... Valamina, il catallo di questo, del regno del padron mio, un catallo voglie che io fa mio. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. Ah!
Legközelebb majd Wagner lesz folyton. Jaj. Jaj, felnőttek előre. Lenne a jövő.
Igen. Az is önmagában 6 óra. Na, Puccini. Az egyik legmegejtőbb operája az a Tilambó kisasszony. Ugye az a sztori, hogy gyerekek, ki akar közületek, a fiúk közül ki akar tengerész lenni? Nagypapák közül. Jó választás a tengerészség, egy baj van velük, hogy nagyon csapodár népség. Egy igazi tengerésznek van felesége, minden kikötőben legalább kell. És ezt nem tudta szegény kis csocsoszám, ez a japán kislány, ugye kicsit gésa, de ezt hagyjuk. Szóval minden esetre hozzámegy feleségül egy Pinkerton nevű amerikai tengerészhez. Nagy szerelem van. Kislány van meg 17 éves, halál szerelmes, és a fiú is szereti őt, nincs ebben semmi hiba. De a fiúnak ugye vissza kell térni Amerikába, és a lány, aki közel pedig 6 év, várja, és most jön a tragédia, hogy a lány, vagy a nő, közben gyereket szül, megszül a gyereküket, szakít a családjával, a vallásával, a rokonaival, a kultúrájával, akik nem nézik jó szemmel, hogy egy idegenhez ment feleségül, de ő a szerelmét, a férjét és a gyerekét választja, és az egész múltját, a mindent kitép önmagában. És csak várja a pasast. Aki meg is jön, csekély testi hibával, egy másik feleséggel Amerikában. És hát elég szomorú lesz ettől szegény kis csocsoszám, hogy fog egy ekkora ezt a japán kartot, és nem de szamuráj kartot, és kicsit halakirint követel, és meg. De hát ez ugye szokványos az operáknál, ugye az operák gyakorlatilag az operák 90%-ában a végén meghalnak a szerelmesek. Ha ne adj Isten nem halnak meg, az már elég ahhoz, hogy vígó operát lásson a közönség. Ilyen például mondjuk a Nürnbergi mesterdalmokok, ami kb. Annyi vígó opera, mert nem van meg senki a végén, de kb. Annyi humor van benne, mint ebben a csillárban, amikor le van ott van. Szóval, de operák végén meghalnak a szerelmesek, de az a csodálatos ugye színház, hogy a tapsa mindenki felé lesz. És jönnek nagyon-nagyon meghalók. És miután meghaltak, még legalább egy Egyetért még biztos, kivéve Wagnernél, akinél, amikor már nagyon haldok vannak, akkor patok jöhet, hogy még 2 óra van. A Krisztán és Izoldában, amikor megissza a mérket, akkor már tudjuk, hogy lekésünk az utolsó metrót, mert ez még utána énekelni fog ez a szegény jövő 5 óra keresztül. De most nem ez következik, hanem Pinkerton áriája, és ez megint ez egy olyan igazi Puccinis ária. Ha már András barátom ilyen kedvesen konferál, és ilyen jó dolgokat van az operáról, akkor néhány dolgot a terrorista kulisszatitkairól még elárulni. Légy. Jó? Ugye van a opera tenor, vagy operett tenor, végül is teljesen egy hogy hívjuk, nagyjából átfedni egymást a kettő, tenor, ez a lényeg, és általában kétfajta indítatásból énekelnek a tenoristák. Tehát vagy nagyon boldog és örül egy szerelmes, és ezt szeretné mindenkinek a tudomására jutatni, vagy nagyon boldogtan és szomorú, mert szerelmes. És ezt szeretné, ha tudná az egész világ. Szóval akkor nagy drámban esetleg van még egy harmadik lehetőség, hogy csörgeti a kardját, valami hősi harcba hív, mert a bajtársakat valami harcba hív. De körülbelül ennyiből ki is merül a tenorok, azt mondhatnál nagyjából, hogy az operában az előadás módja. Végén általában ő is meghal. Itt most ebben az operában, ugye a Pillanó kisasszonyban nem, mert egy kicsit gyáván elszökik a felelősségéről. De azért nagyon szomorúan búcsúzik, mert tulajdonképpen azért csocsosan az egyetlen is igazi szerelme volt, és igazából mondhatnánk itt egy kicsit a körülmények áldozata. Grazie.
A verzió, hogy most befejezzük a műsort. B verzió, hogy nem. B. D. A D verzió. Jó. Most mi következik? Következő ária. Azt a gyerekeknek. Gyerekek, ki az, aki szereti a kis hableány meséjét? Haló? Szereted a kis hableány meséjét? Nem. Ne izélj már tudom. De közben mit te? Közben Facebookozom? Ja, jó. Na, szóval a kis hableány meséjét következik. De ez természetesen a felnőtteknek is komoly tanulságokkal bír, mert ugye az a történet, hogy valaki szerelmes valakibe, akit nem kaphat meg csak úgy, hogyha lemond önmagáról. Azaz, hogyha már nem lesz többé hableány, hanem szakít családjával, kicsit hasonló történet, mint Csocsoszám története. Ugye, az élet egyszerű és nagy igazsága, mindenért fizetünk el. Még a jóért is fizetünk el az életben. Úgyhogy a kis hableánynak ugye át kell alakulni a rendes kétlábú lányá, és akkor lehet a fiújé. Szóval egy komoly önlemondásról van itt szó. És amit most tetszenek hallani, az Dvorzsák, Ruszalka című operája, mert ez a kis hableány története, csak el van téve a kies Csehországba, és ékes cseh nyelven fogja énekelni nekünk Boldas Barbara. Nem kell, hogy mondjam, de tessenek megfigyelni, Dvorzsák és a melódia nagymestere volt, és ebben az áriában azért hoztuk meg, hogy olyan gyönyörű, hogy aki még életében operát nem hallott, azt mondja, hogy jaj, hát ilyen az operát, én nem is tudtam, hogy szeretem. Úgyhogy következik most Rusza Akvária. Új világ szerint. Oh,
ő itt a hold anyácskához fohászkodott. Bocsánat, muszáj, hogy igyek, elnézést, hogy... Egészségedet. Így adok. Önök most lehet. Közönség mégse így van. Azért kivéve Gyuri bácsi. Bocsáss meg, azt hittem azért oltottad a villany, hogy tapintatosabban fényképezzek, pedig igyekszem nagyon tapintatosan. Ja, akkor vissza lehet kapcsolni a villanyt, ugye? Nem. Jó? Akkor van egy. Na most jön számomra a legnehezebb része a mai koncertnek, mert a múltkor valami rettenetes exhibicionista hajlamoktól vezérelve elhagytam egy verset önöknek. Karinti előszó című verset. Én esküszöm komolyan, nem szoktam szavalni, de azt mondták utána Gyuri bácsiék, hogy most is kell szavalni. És úgyhogy, ha nem bánják, akkor elmondanék egy verset, ami lehet, hogy bele fog törni a bicskám, mert egy nagyon nehéz vers, szerintem az egyik legszebb magyar vers, de hogy az egyik legnehezebb, az biztos. Úgyhogy, ha belesülök, akkor csak ki fog menni az ajtón. Zavarban. Szóval. Mert ez a vers, ez Kosztolányi Dezső hajnali részegség című vers. Elmondanám ezt néked, ha nem mondanám. Múlt éjszaka, 3-kor, abba hagytam a munkát, le is feküdtem. De a gép az agyban zörg, tovább kaptogva, zúgva nagyban, csak forgolódtam tűrösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balgaszókkal, százig olvasva és mérges altatókkal, az, amit írtam, lázasan merett rám, izgatta a szívem 40 cigarettám, más egyéb is, a fekete minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok a szobába le föl hímbe, körülöttem a családi fészek, a szájakon lágy, álombeli mézet, és amíg potorkálok ott, mint a részek, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is magyarázzam, hogy is kezdjem. Te ismered a házam, és ha emlékezni tudsz a hálószobámra, akkor azt is tudhatod, hogy milyen szegényes, elhagyott ilyenkor a Logodi utca, ahol lakom. Tárt ablakokba, s tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és bután, vízszintesen feküsznek, s megforduló szemű kancsítva néz szét körébe, csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvér szegénység borult reájuk, mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők egy szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reál mellettetsz, minden lakás olyan akár a ketrec. Egy költőóra átkegyeg a csemből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj! A valóra ház is alszik, holtan és bután, ahogy majd 100 év után összeomlik, gyomvirít alóla. Sem tudja senki róla, hogy otthonunk volt, vagy állat alóla. Ott fönn, a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség, az ég volt.
egészen úgy, mint hajdanában rég volt. Mint az anyám paplanyám az a kék folt. Mint a vízfestékű irkánon szétfolyt. És a csillagok, lélegző lelke, fényesen világított. Langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze, és oda állt ők, akik nézték Hannibál halálát. Most nézzek engem, aki ide estem, és állok egy ablakban Budapesten. Én nem tudom, mi történt velem akkor, de újra lett egy szárny suhant felettem, és felém hajolt az, amit eltemettem rég. A gyerekkor. Oly sokáig néztem az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keletem. És a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-megnibbeltek, és a távolban roppan tűzcsóvalóban egy mennyei kastély kapuja tárult. Körte lángdult, valami rebben, oszlani kezdett a vendégsereg fel. És a hajnal mély árnyékai közé lengett a bár éj. Az előcsarnok fényáron húzott. A házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bárterem hatalmas glóriása, és mozgásainak csilingelés, hallott a női suttogás, mint amikor vége van a bálnak, és a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefájtól látszott, amit távol homályból gyémántosan aláfúj, egy messze képlő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága, szép nő, csak egy égkő, behintve fényjel ezt a néma békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy talán egy angyal, aki szép szűzi mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűske hintó mélyébe lebben, s kacérmosollyal tovább dolog ebben. Majd, amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporában sok száz batár közt patkoljó felszínálkáz. Szállapát váltam, és a boldogságtól felfelsi a váltam. Az égben bál van, minden este bál van, és most derenged fel, mély titka annak a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalban hazamennek, fényes körútjai a végtelen. Virágtól maradtam én, és csak bámultam. Egyszer szóltam. Hát te? Mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéket? Annyi nyár telt el, és annyi derestél, és annyi restél. Csak most tűnik szemedbe ez az estél. 50. Halottaim csittott egyre többen. Már 50 éve tündököl felettem ez a sok fényes, élő égi szomszéd. Látja, hogy könnyű, mint a sok szét.
Úgyhogy bevallom neked, megtörődtem földig, hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs ebben. És azt is tudom, hogy el kell menni. De pattanó szívem feszítve húrnak, darolni kezdtem akkor az aszlótnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek sem most se voltam. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak. Úgy érzem én, barátom, hogy a korban, hol lelke és göröngyök között botoltam. Mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam. Thank you.
Cigánybáró című regénye alapján írt egy nagyon jó zenéjű operettet, Johann Strauss, és ugye ebben is ez a Barinkai, a főhős, hát az a, egyébként a regény maga a zseniális. Zseniális, szövegileg az operett nem annyira erős, de a zene az nagyszerű, és ugye teljesen visszaadja a mindenkori Magyarországot ez a regény, az ügyeskedéssel, a korrupcióval, a haszonleséssel, és itt van benne ez a fiatal, tisztességes fiú, aki azért a végén mindennek dacára, a hatalmasok és a hatalmaskodók dacára aztán révbe ér. És az operetben, most hallgassák meg Barinkai belépőjét, ahol elmeséli, hogy hát mi mindent csinált eddig a világban, amit ide került a jogos birtokára. Volt állatszerűdítő, meg állatidomár, meg a cirkusszal, meg de inkább mondja el adásra. Mint sok szegényet féledén, ott nagy filárot járta én, és én ott hiány a csörvékényó csókot is hát! Pariófíjus, mersimotát! Az oroszlán megetetem, a tigris kézen vezetem, én hozzám a jél a gyökét, letöröm a kakarét könnyét, az elfánt, ha főzök éppen, de meg orvájába étkem! görbetűkör, és szól a mának is. Azok a
az új gazdag, vállalkozó pénzemberek, akik a suhogós maszkonadrákkal számolhatják a 20 000-eseket, kiszállnak a Mercedesből és osztják az élést. És minek tanuljunk, minek kell, a pénz beszél a kutya után. Ja, az írt, az írt a nékem, sose mondta mesterségem, már akkor gyermekkorban csak sertések közt voltam. A tanulás nem pálya, ezer villám és sertésvész, különb a tisztó pálya, amelyhez nem kevés. Thank you.
és alacsonyos értelmére húzza az élet szekerét, közben folyamatos társadalmat, ugye egy oldalú társadalmat a Jóistennek. És arra az a lamentál, hogy édes Jóisten, de annyi szegény ember, tudom, szegénység nem szégyen. De nem is van egy csúcs. De mondd csak, olyan borzasztó nagy dolog, ha esetben ide kocsantanál ne egy kis gazdagság. Nulla! Yeah.
tolerancia, szolidaritás, meg egy olyan nyugodtabb, élhető ország. Na jó, meg egy kis pénz. Thank you.
hadd köszönjem meg a művészeknek, hogy ebben az őrült kánikulában azt mondja, fillére kényeztek el hozzánk. És én csak annyit szeretnék mondani, hogy találkozunk jövőre ugyanitt, ugyanebben az időben, igaz? Azt szeretném kiegészíteni, hogy ugyanebben az időben a 25-e van, de nem tudjuk, hogy hova esik jövőre a június utolsó szombatja, tehát akkor inkább kijavítanám, hogy június utolsó szombatja. Mindig, igen. Mindig akkor talán. De ha akarod, elintézzük, hogy 25-e. Jó.